Az emberháza ott állt a dombon, és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött, és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszette az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűjtötte a veteményt, és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a gabonát, a rétekről a szénát, és az erdőből a tűzifát. És mindent úgy helyezett el a házban, vagy a ház körül, ahogy a legcélszerűbb volt. Így élt a ház, és benne az ember sokáig. Egy borús őszi napon, amikor az eső zsinórról logott az égből, valahonnan két kis ázott patkány érkezett. Messziről jöttek, fáztak, éhesek voltak. Meglátták a házat, besurrantak a nyitva hagyott ajtón, és elrejtőztek a pincében. Ennivalót bőven találtak, jól laktak, és hamarosan hízni kezdtek. Télen már fiaik voltak, s tavaszra megint. A fiatal patkányok, akik ott nőttek fel, már otthonuknak érezték a házat, és úgy futkostak a pincében, mintha az övék lett volna. Az ember eleinte meg sem látta őket. Később észrevette ugyan, hogy valami eszi a veteményt, de nem törődött vele, volt elég. Jutott belőle annak, aki éhes. Egyszer aztán meglátott egy fal mellett elszaladó patkányt. Milyen apró és milyen félénk, gondolta. Éljen hát ő is, ha akar. És telt az idő, és a patkányok szaporodtak. Először feltúrták a pincét, aztán ásni kezdték a falakat. Kanyargós, mély lyukakat fúrtak belé, keresztül, kasul, és itt-ott már a szobákba is eljutottak. Az ember csóválta a fejét, mikor szobájában az első patkányukat meglátta, és mert nem szerette a rendetlenséget, betömte és bemeszelte a nyílást. Másnap reggelre újra ott volt. Akkor az ember legyintett, és azt gondolta, ők is kell, hogy éljenek, és ha nekik csak így jó, hát legyen. És attól kezdve nem tömte be többé a lyukakat. A patkányok pedig rohamosan szaporodtak tovább, és szaporodtak a lyukak a házfalában is. Már nem csak a pincében, hanem a kamarában, a padláson, sőt, éjszakánként a szobákba is besurrantak, és megrágtak minden megrághatót. Egyszer aztán, amikor az ünneplő csizmáját kezdték rágni, az ember megharagudott és odasújtott a botjával. Az egyik patkány fejbe találta éppen, s a patkány kimúlt. Vérig sértve röffentek össze erre a patkányok, és azonnal kihirdették, hogy az ember ellenség, aki nem hagyja őket élni, szabadságukat korlátozza, a jogaikat mellőzi, gyilkos, gonosz és önző. Nem leszünk a rabszolgái tovább, visította a főpatkány egy zsíros bötön tetejéről. Követeljük a szabadságunkat és a jogainkat. És a patkányok elhatározták, hogy harcot kezdenek az ember ellen. Az ember mindenről nem tudott semmit. Haragját hamar elfeledte, vett más ünneplő csizmát magának, és nem törődött többé a patkányokkal tovább. Pedig akkor már rengeteg sokan voltak. Megették a pincében az összes veteményt, a kamarában az összes lisztet és az összes sajtot, sőt, már a szalonnát is rágni kezdték, pedig tudták, hogy az az ember legféltettebb kincse, amiből még a kutyájának sem ad. Az ember, mikor ezt észrevette, fogta a megmaradt szalonnát, rúdra kötözte, s a rudat a dróttal fölakasztotta a gerendára. Ebből lett csak igazán nagy felháborodás a patkányok között. Szemtelenség! Gyalázat kiabálták, mikor rájöttek, hogy nem férkőzhetnek hozzá. Elrabolja az élelmünket. Kifoszt, kizsákmányol, nem tűrjük tovább! És föllázadtak. Miénk a ház, hirdették ki maguk között. Miénk is volt örökké. Csak megtűrtük benne az embert, amíg jól viselte magát, de most már elég. És egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak az emberre. Összeharapták, kikergették a házból, messzire elüldözték, és aztán büszkén kihirdették a kertnek, a fáknak, az állatoknak és a madaraknak, még a virágoknak is, hogy a ház nem emberország többé, hanem patkányország, jog és törvény szerint. És azzal uralkodni kezdtek patkánymódra. Mindent felfaltak, ami ehető volt, és mindent megrágtak, ami nem volt ehető, de a szemük elé került. Kiírult rendre a pince, a kamara és a gabonás. Elköltöztek a madarak. Elpusztultak a virágok, a házfala omlani kezdett, és megfeketedett.
fák és virágok illatát bűzváltotta föl. És eljött a tél. És a patkányok addigra már megettek mindent, ami ehető volt, és megrágtak mindent, ami rágható volt. A falak tele voltak lyukakkal, a tetőről lehullott a cserép, ablakok és ajtók alatt öles nyílások tátongtak. És akkor éhezni kezdtek, mert nem volt egy szem gabona több. És az ajtók hasadékain, meg a falak odvain besűvített a szél. A megrongált tetőn behullott a hó, és nem tudtak segíteni magukon. Először veszekedni kezdtek. Marták és ölték egymást, rágták és ették egymást, de végül is nem is tehettek egyebet. Fölkerekedtek, és ott hagyták a tönkretett birodalmat. Az ember pedig tavaszra szépen visszajött megint. Rendbe hozta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat megigazította. Kimeszelte, a földet fölszántotta, vetett és ültetett, és mire megjött a nyár, újra virágillat és madárdal vette körül a házat. Őszire ismét megtelt a pince, a kamara és a gabonás. És mire megjött a tél, olyan volt már minden, mintha semmi sem történt volna. Azonban elrejtőzve, maradt mégis néhány patkány a falakban, vagy a pince gödreiben. És amikor az ember észrevette, hogy újra szaporodni kezdenek, hosszasan elgondolkodott, hogy mit is tegyen velük. Ti is gondolkodjatok, és aszerint cselekedjetek.